Április óta nyomoz a Nemzeti Nyomozóiroda a hamis arannyal kereskedő vállalkozó ellen. Volt, aki 2 milliárdot fizetett a résztömbökért. Az arannyal kereskedő üzletemberek nem értik, hogy arany helyett hogyan fogadhattak el trombita rezet biztosítékként azok, akik pénzt adtak a lombard zálog tulajdonosának. A kereskedők szerint már ránézésre vagy egy egyszerű próbával kiderülhet, mi arany és mi rész. Áprilisban jelentette fel magát a lombard zálog tulajdonosa, a rendőrség 4 milliárdos csalás miatt nyomoz. Most az derült ki, hogy Bíró Péter hamis aranytömböket adott zálogként azoknak, akik hiteleztek neki. Pénzintézetek, milliárdos vállalkozók kaptak trombita rezet több száz millió vagy milliárd forintért cserébe. Tehát a rezet rögtön megtámadja. Egy ötvös mutatta meg nekünk savval, mennyire egyszerű ellenőrizni az aranyat. Azonnal lehet látni, hogy a rész zöldül, míg az arany sértetlen marad. Az arannyal kereskedő szakértők értetlenül állnak az eset előtt. Azt mondják, felfoghatatlan, miért nem ellenőrizték a tömböket. Vagy egy nagyon pancser az, aki a vásárló, vagy pedig esetleg a vásárló is tudhatott arról, hogy ez nem is arany, hanem ez résztömb, de valamiért, valamilyen érdeke fűződhetett hozzá, hogy ezt mégis így elfogadja, mintha arany lenne. De ez 11 millió forintot, ez meg 1500 forintot, szóval, vagy 1200. Egy 1 kilós aranytömböt és ugyanakkor a súlyú rézmozsarat mutat Klapka György. Szerinte már ránézése is látható, ha rúdba öntenék a rézmozsarat, sokkal nagyobb lenne, mint az ugyanakkor a súlyú aranytömb. Klapka György arról is beszélt, hogy a lombard tulajdonosa őt is próbálta átverni. 200 ezer eurót kért tőle, zálogba pedig rubinálatokat akart adni. Azt mondta, 1 milliárd forint értékben. Azt láttam, hogy valóban ott volt egy csomó állat, és valóban piros is volt, szóval rubinszín volt, csak törmelékből volt képréselve, törmelékből. Nos, én már nem néztem azt meg, hogy valóban rubin vagy színes üveg, mert lehet, hogy színes üveg volt, nem tudom, de azt láttam, hogy nem 1 milliárdot, hanem 100 forintot se ér az egész. A rendőrség az ügy fejleményeiről a nyomozás érdekei miatt nem akart tájékoztatást adni, csak annyit közöltek, hogy az ügynek egy gyanúsítottja van.